Ebben a tanévben összesen 275 csapat nevezett a játékos sportverseny diák olimpiai versenysorozatra. Az egri döntőben a szervező Hunyadi Mátyás általános iskola csapatán kívül a 7 régió győztese Kiskunhalas, Agád, Hajdúböszörmény, 60, Budaörs, Marcali és Szombathely képviseltette magát egy-egy iskolával. A hétszeres bajnok Hunyadi legnagyobb riválisának a Hajdúböszörményt tartották, akik az első három feladat után csak egy ponttal voltak lemaradva az egriek mögött. A negyedik feladatot, a páros adogatást elrontották a hajdúságiak, utolsók lettek, ezzel le is mondhattak győzelmi esélyeikről. Az egriek viszont egy feladat kivételével mindent megnyertek, így már a 8. verseny után eldőlt az elsőség kérdése. Zsinórban 7-szer, összesítésben 8-szor lett ISV bajnok, a Hunyadi. Ráadásul az 1989 óta megrendezett döntők egyikében sem szerzett még annyi pontot, 79-et egy csapat, mint most az egriek. A másik heves megyei együttes, a 60. Kodály Zoltán tagiskola végig harcban volt a bronzéremért, de 2 ponttal leszorultak a dobogóról. Az ezüstérmes Hajdúböszörmény és a bronzérmes Agád között csak 1 pont döntött. A játékos sportverseny diák olimpiai döntőt március 29-én kedden 20:50-től láthatják a TV Eger műsorán.